Tari Gergely, a Fúvós Zenekar nagyja beszélt a koncert megszületésével kapcsolatos motivációkról, és megosztotta velünk évértékelő gondolatait is. Apropója az, hogy minden tavasszal szoktunk rendezni egy ilyen nagy éves zárókoncertet, ugye most már a tanév végén vagyunk gyakorlatilag, úgyhogy ilyenkor mindig pünköst környékén, április-május környékén szoktunk rendezni egy ilyen nagy koncertet. A mai hangverseny azért nagyon különleges, mert szólisták fognak fellépni a zenekarral, és azért is érdekes a dolog, mert hogy a zenekarból jöttek ezek a szólisták, tehát nem meghívott művészeket fogadtunk itt most ma este, hanem a zenekar tagjai fognak fellépni. Sokat készültünk erre, ugye hát minden vasárnap szoktunk próbálni a nagy zenekarral. Hát most ugye decemberben lement a másik koncert, tehát januártól gyakorlatilag megállás nélkül erre készültünk most. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó évet zártunk, hiszen még a decemberi nagy koncertünkön ott volt egy különleges bemutató, amit egy spanyol zeneszerző írt a Tolnai Fúvós Zenekar számára, Táltos címmel, és én azt gondolom, hogy ez egy ilyen elég egyedülálló dolog így a magyar fúvós zenei életben, hogy egy külföldi zeneszerző magyar tematikában komponál egy együttesnek. A csapat az nagyon összetartó szerintem, minden koncertre lelkesen készülünk. Azt meg kell említenem, hogy van már azt hiszem 2 éve egy utánpótlás együttesünk is, és onnan is most már szépen kezdenek jönni a fiatal titánok így az együttesbe, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen szépen folyamatosan fejlődik a dolog. Most a mai koncerten körülbelül olyan 45-50-en leszünk a színpadon, a kis zenekarnak a létszáma pedig körülbelül 20 főt tesz ki. Minden évben szoktunk járni Rácalmásra, az augusztus 20-a környékén szokott lenni egy ilyen városnapi rendezvény, ott most már szerintem 6 vagy 7 éve szoktunk játszani, ez egy ilyen minden évben rendszeres programunk, aztán szeptember első hétvégén lesz a Brass Vegas Fesztivál, amit ugye a zenekar rendez itt Tolnán, úgyhogy erre szeretettel várunk ezúton is mindenkit. Aztán fellépünk, azt hiszem egy hétre rá lesz a Tolna Városnapja, ahol szintén fel fogunk lépni, illetve német nemzetiségi önkormányzatnak is lesz egy ilyen őszi térzené jelent a Dunaparton majd valamikor az ősz folyamán. Fazekas Eszter káprázatos klarinét játékával nyitotta az estét. Szeretett hangszerével mindig szívesen lép a színpadra. Klarinétozok már talán 7 éve, és úgy, hogyha 7 éve klarinétozok, akkor így 6 éve lehetek zenekari tag már. Én nagyon szeretem ezt a zenekart, mindig nagyon jó darabokat játszunk, meg hát a társaság is szuper, úgyhogy jó. A koncert a személyiségek és a hangszerek sokszínűségével lenyűgözte közönségét. Az előadóknak köszönhetően pedig egy percig sem unatkozhattunk.